Szép estét, kedves ProHardware TV nézők! Kedv van, 7:30 múlt 2 perccel, akkor ProHardware TV van, még akkor is, hogyha egy kicsit a cikk később került ki a szokásosnál, de módosult a program, hiszen a holnapi nap folyamán nagy valószínűséggel eltűnik a szerkesztésségből az Asus Vivo Tab RT típusú izé. Azért mondom, hogy izé, mert elkezdtem úgy használni az eszközt, miután a dokkolóba becsatlakoztattam az amúgy Windows 8 RT-t ARM alapokon futtató tabletet, mint egy notebookot, pontosabban inkább úgy, mint egy netbookot, de közben azért megvannak azok a korlátai, amik mondjuk egy tabletnek is megvannak, legyen az bármilyen operációs rendszer, bármilyen más operációs rendszer, de az első Windows 8 RT-vel szerelt eszköz teszi tiszteletét most a ProHardware TV-ben. Képhang oké, minden oké, ennek örülünk. Na akkor nézzük meg közelebbről őt. Így néz ki. Ez alapján bárki megmondhassa, hogy ez egy notebook, pontosabban mérete alapján inkább egy netbook. Most eltávolítom a töltőt belőle, mert már ha nem is azt mondom, hogy kért enni, de azért egy kicsit meg közelebbről meg kellett őt ismertetni a konnektorral. Így a dokkolóval együtt, és egyelőre az információink szerint így fog érkezni a dokkolóval dobozban egyben olyan áron, amit ki sem merek mondani, és itt mindannyian egy picit meg vagyunk lepődve, hogy 230 ezer forintot kérnek majd ezért az eszközért el, főleg akkor, hogyha ráfókuszál, ettől teljesen elszállt a fókusz a Logitechnek is, ezt így nem tudta értelmezni. Szóval amit most itt láttok, ebben a méretben az így 230 ezer forint lesz itthon kiskereskedelmi áron. Ami nyilvánvalóan lehet vitatkozni, azt nem lehet elvitatni, hogy az egy igazán jó minőségű, jól összerakott, végül is netbook-tablet kombó, és ha ezt a kettőt próbálom összeadni, még az RT limitációival is, tehát a Windows 8 RT kevesebb funkcionalitásával az asztalihoz képest, akkor is azt mondja az ember, hogy így a kettőt összeadva elmehet, nyilvánvalóan azért az első körben nem mindennapi játékszer lesz. Na menjünk balról jobbra. Egy kicsit fókuszt állítok, hogy látszom, hogy mi történik. Kapunk egy ilyen furcsa tápcsatlakozót, mellette nagy valószínűséggel az egy, vagy egy LED, vagy egy mikrofon, de szerintem az inkább egy LED, mert a mikrofon az ugye a tablet részbe lesz applikálva. Megyünk, szépen elvékonyodik, egy könnyű kis gépről van szó. Itt van egy microSD foglalatunk, itt van az a kis pöcök, amivel el lehet őt, ki lehet szabadítani a dokkoló fogságából, és én itt egy HDMI-re tippeltem, hogy ez az, és nagyon úgy néz ki specifikációk alapján, hogy jól tippeltem, ez itt bizony egy micro HDMI. Ez ugye mind a fedlapon van, ami maga az eszköz, mert a billentyűzetben gyakorlatilag egy aksi van, meg maga a klaviatúra, és viszontlátásra, illetve kapunk egy darab plusz USB-t, ahogy áttértünk a bal oldalra. Bekapcsoló gomb, elől semmi extra, és itt lesz a mikrofon, ez a kis luk. Jobbra átérve jack, hangerő gombok, és ugye itt a dokkolón található, vagy legalábbis a billentyűzet dokkolón található extra USB port, ami viszont teljesen jól viselkedik, mint USB port, fölismeri pendrive-ot, egeret, mondjuk nyomtatót nem próbáltunk, de szerintem még azt lehet, hogy azt is rá lehet valahogy hakszolni, ha van valamilyen Windows 8 RT-s driver. Ugye itt hátul a zsanér, vagy tehát az egész nyitó mechanizmus az, ami egy kicsit vaskosabb ahhoz képest, amit megszokhatunk egy ilyen könnyű netbookon, hiszen itt lecsatolható a felület, és végülis a valóságban ez a két darab zsanér az, amin nyílik a dolog. Semmit nem tudunk benne kinyitni, tehát ilyen extra bővítés, stb. De hát ugye azt megszokhattuk már a tableteknél, hogy így az ARM alapú dolgokon nem nagyon tudunk mit mahinálni a belső tekintetében. Van egy microSD foglalatunk, ott tudunk memóriát bővíteni, azt viszont látásra ennyit kapunk. Villanóval hátsó kamera, ezt meg kell néznem, hogy ez mennyit tud. Én 8 megapixelre emlékszem, így van, és van egy belső kamerája, ami 2 megapixeles. Úgyhogy nézzük is meg, hogyha kinyitom, akkor mi történik. Egyrészt azonnal iszonyú erővel kell tartani a dokkoló részét, és látszik, hogy ez nem, tehát nem bénázok, ez így elmászik, mert hogy az a vaskos zsanér eléggé jól és könnyen megmozdítja az amúgy sem túlzottan nehéz 1 kg környéki, kompletten 1 kg környéki kis gépet, úgyhogy elég komoly ellenállást
tanúsít a zsanér a géppel szemben. A billentyűzet nagyon netbookos, minden szempontból egy ilyen töpörített, összepréselt, de ennek ellenére használható, és nem ultrabookos, hanem annál egy fokkal jobb billentyű útat biztosító kis klaviatúráról van szó, és a szemfülesek már felfigyelhettek a hosszú i betűre itt a bal alsó sarokban. Ez bizony egy ugyan kverc, de ékezeteket is biztosító billentyűzet, ami itt van. Hát hülye vagyok, hiszen mi kvercet használunk, jut eszembe most így hirtelen, csak most az utóbbi időben volt egy pár kverti, tehát ez egy magyar billentyűzetes, hazai lokációval rendelkező gép, aminek azért vannak még angol részei az operációs rendszeren belül. Na, ez lesz ma, tehát ez a kis nazális felhang, ez mindenképpen marad. A touchpad méretéről nem tudok úgy nyilatkozni, hogy az utóbbi időben szoktam, hogy mennyire nagy, mert éppenséggel baromi pici, tehát ebben benne vannak a gombok is ebben a méretben, amit itt láttok. Ez azért nem annyikor a dráma. Ráadásul most a Maxell Alkaline elem elindította a OneNote-ot is rögtön, úgyhogy ez egy kicsit furcsa, hogy mi alapján érzékelte, úgyhogy bárki újjal megérintette. De mivel egy érintőképernyős készülékről van szó, ezért nagy valószínűséggel elég ritkán fogjuk használni a touchpadet, bár adja magát, és mivel most ebben a pillanatban is a desktop van megnyitva, az amúgy 1360x768-as, 10,1-es ez, igen, Super IPS Plus, tényleg nagyon jó betekintési szöggel és jó színekkel rendelkező panelen, most nagyon netbookosan néz ki, hiszen egy kb. Windowsos desktopot látunk ebben a pillanatban, amit az asztali gépeken megszoktunk. És én azt hittem, direkt nem nagyon néztem bele, hogy a Windows 8 RT az így funkcionitásában mit tud, mert azt gondoltam, hogy legyen egy ilyen, kiveszem a dobozból, és akkor együtt megbarátkozunk ő meg én a Windows 8-al RT-vel ahhoz képest, amit a desktopon már ismerek, és azt gondoltam, hogy például a desktop részt egy az egybe ki fogja hagyni a Microsoft. Igazam is lett, meg nem is lett igazam, mert hogy itt a desktop rész, el tudok indítani mondjuk Windows Explorer-t, és a Tegra 3 egészen jó tempóban indítgatja meg ezeket a szoftvereket, amit hogyha leteszek, akkor el tudok mellé indítani egy Word, Excel, PowerPoint, kifejezetten kellemesen és jól használható szoftver környezetet, illetve egy fájlkezelőt, és innentől pedig viszontlátásra semmi mást. És a Microsoft nem is fogja engedni RT alapokon, hogy erre a felületre, a desktop részre fejlesztenek a külső cégek, még azt sem tudjuk, hogy ők maguk akarnak erre bármit ezen kívül fejleszteni, de végül is, hogyha azt veszik, hogy szövegbevitel, Excel táblázatkezelés, nem mentem bele a részleteibe, hogy ez az Office, az RT Office, az mennyire mélyen engedi a funkciókat, amúgy is, hogyha tehetem, akkor világéletembe elkerültem az Excel-t, mint olyat, és az összes többi Microsoft Office terméket, nem azért, mert rosszak, hanem mert még egy dolog, amit meg kéne tanulnom, és ezt nem akarom, úgyhogy az az alap, amire én használok egy Word, mondjuk arra tökéletesen használható, teljesen úgy működik, mint egy asztali Word és Excel, de ennyit tudunk elérni, illetve ami még érdekes, hogy a szokásos ikonok alul, amivel ugye meg tudjuk nézni, hogy most be tudjuk állítani, hogy mi történjen összecsukáskor, mikor kapcsoljon ki a képernyő, mikor sötétedjen el, és a többi, ezeket ugyanúgy elérjük, ami azért jó, mert hogyha valaki Windows 7-ből, 8-ból jön, akkor lesz egy ismerős felület, amit barátként köszön, és talán nem köszönhet, és nem lesz annyira idegen neki a metró, ami viszont tökéletesen röcögés, röccenés nélkül működik, és az extra, az ez a panel, ahol elő lehet hívni a különböző ilyen kis beállítási dolgokat, meg diagnosztikai szoftvereket, meg mindenféle ilyen kis extrákat, ezeket külön itt oldalt be kell kapcsolni a settingsben. Tehát, hogyha most a Tiles-ba kikapcsolom az Administrative Tools-t, itt jobb oldalt, akkor azt mondom neki, hogy miután elhúztam a kezemet, és visszatolom, akkor már nem lesz ott. Tehát a Fruit Ninja-nál itt a szélén megáll a történet, és nincsenek ott azok az amúgy szerintem kevéssé, egy átlag felhasználó számára kevéssé használatos dolgok. Hogyha visszamegyek és megint elhúzom, akkor viszont ugyanúgy vissza fognak jönni, és látni fogjuk ezeket a Task Scheduler-től kezdve. Most állítok egy kicsit az autofókuszon, hogy akkor meglegyen. Szóval olyanunk van, hogy Task Scheduler, Event Viewer, Disk Cleanup, Component Services, Resource Monitor, Local Security Policy, Defragment and Optimize, Drives, System Configuration, Computer Management, ugye magyar nyelvű Windowsról beszélünk, Performance Monitor, System Information, ODBC Data Sources,
aztán még egy service és egy Windows Firewall with Advanced Settings beállítást találunk ebben a rögtön nem látható kis csempe csomagban, és látszik, hogy itt ugye azért a csempék sem azok a díszes, szép, jól ikonokkal és szép dizájnnal megáldott felület, hanem azok már egy kicsit ilyen klasszikus, olyan, mint amikor a Windows 8-ra föltelepítünk egy Chrome-ot vagy egy Firefox-ot, azok is így néznek ki. Lecsatolom, mert innentől a billentyűzet, mivel dupla aksi, remélem, hogy nem fog lemerülni, nem állunk annyira jól energetikailag ebből a szempontból, de most megpróbálom leszedni. Ebben a pillanatban alakul át egy könnyű, vékony, 16,1 colos 1366x768-as felbontású tabletté, és ha most bemegyek a desktopba, akkor most meg is mutatja, hogy ő most föl van töltve gyakorlatilag, hiszen töltés közben először tölti a tabletet, és utána tölti csak a billentyűzetben lévő dupla aksit, és ugyanígy meríti is először a billentyűzet, fordítva meríti, először a billentyűzet kezd el merülni, és tehát mindig tartja a naftát, ameddig csak bírja, hogy a tablet rész legyen az, amiben a legtöbb áram megmarad. Szóval végülis van desktop felületünk, amivel office-olni tudunk, meg fájkezelni tudunk, és el tudunk indítani egy másik Explorert, tehát egy asztalihoz közelebb álló Explorert, míg ugyanúgy a metró felületre, hogyha kimegyünk, akkor el tudunk indítani egy ilyen app Explorert, ami ugye teljesen máshogy néz ki, nincs X gomb, egy ilyen sokkal egyszerűbb, letisztultabb, inkább tabletes kinézetű történetről van szó. És ami még érdekes, ezt most vettem észre, hogy a desktopot, hogyha becsukom, most itt van mondjuk egy fájlkezelő, megnyitok egy Word-öt, nyitva van ott is egy Explorer, ugye itt látszik, nyitva van egy Explorer két tabbal, én ezt most bezárom, legalábbis ugye ez a bezárás a Windows 8-ban is és az RT-ben is, tehát jobb oldalról semmilyen szoftvert nem tudok behúzni, nem megy elméletileg a háttérben semmi, de visszamegyek a desktopra, akkor minden program, ami nyitva volt, tehát itt látszik, hogy az Explorer nyitva van, a Word nyitva van, és a Task Manager is, a fájlkezelő is nyitva van. Tehát ezeket megtartja, ezt beszélgettük Rudi kollégával, hogy vajon akkor a háttérben eszik-e bármennyi memóriát és ezzel energiát, áramot, akkúidőt, stb. Azzal, hogy bár becsukja a desktopot, de azon megtartja az állapotát azoknak a szoftvereknek, amik amúgy futottak. Kényelmi szempontból mindenképpen hasznos ez a szolgáltatás, hiszen becsuktuk, nem foglalkozunk vele, nem zavar minket, de ha legközelebb visszatérünk mondjuk, hogy ott folytassuk a Word-öt, az amúgy teljesen jól használható billentyűzeten, gépeléssel, akkor ugyanott fogjuk találni a Word-öt. És ha már itt tartunk, akkor az is egy kicsit más a Windows 8 asztali klienshez képest, hogy mondjuk ezeket megnyitogatom, és akkor itt most három szoftver fut, akkor ugye, hogyha kimegyek a metró felületre, akkor a Windows 8 alatt, hogyha innen behúzom, akkor itt mind a három szoftvert külön-külön tudnám menedzselni, itt a desktopot egyként érzékeli, és mind a három szoftvert abban az állapotban, illetve ahány nyitva van, úgy hozza vissza, ahogy én azt ott hagytam. Innentől ezen a részén nem látok semmilyen különbséget az asztali Windows 8-hoz képest, olyannyira nem, hogy Rudi kipróbálta azt, hogy egy asztali gépen beloggolt ugye a saját Windows-os fiókjába, és még a chat is szimultán működött, tehát amikor az asztali gépen írt valamit a chatbe, az itt majdnem real time íródott, tehát azért érezhető volt, hogy a net sebességtől, egyéb dolgoktól függhet az, hogy mennyire valós idő, de egész egyszerűen itt is íródott be a chaten az, amit ő az asztali gépen írt, hogy az a része, ami a metró felület, az egészen biztosan szinte 100%-ban szinkronizálható a Windows 8 RT tabletes verziója és a Windows 8 asztali verziója között. Az van, amire gondoltam, hogy a desktoptól indul az a fajta limitáció és az a fajta különbség, ami mondjuk az asztalit megkülönbözteti az RT-től. Tehát azok az appok, amiket letöltünk a Windows 8-as asztali gépünkre, azok rá fognak kerülni, ha belépünk ugyanabba a fiókba, az RT-s verziójú tabletünkre is, tehát ez a része valahogy egészen jól szinkronban működik, és programozásilag is ugyanúgy működik a tableten, mint a Windows 8-on. Kérdezett, hogy ez mennyi lehet, én ezt csak satszolni tudom, hogy olyan nehezebb sokkal a billentyűzet, szerintem ez ilyen 450-500 gram körül lehet ez a tablet, ez egy teljesen jól használható, fémházas, kifejezetten merev, jól összerakott kis gép ez, a VivoTab RT, mint tablet. Nehezebb az aksi, vagy legalábbis fele-fele
körülbelül ennek az 1,3 kilogrammról beszélünk. USB-t úgy tudunk csiholni a tabletre, mert ugye nincs a tableten USB csatlakozó, fizikailag nem férne el. Add ide, amit köszönöm. Hát Rudi kolléga benyújt ide egy úgynevezett drogos mérleget, ami le fogjuk mérni gramra pontosan, hogy a Vivo Tab RT az hány grammot nyom. Ja, hogy ez nem ilyen drogos, ez egy rendes konyhai. Lehet, hogy nem is működik. Na mindegy, hogyha beüzemeljük, mert van benne elem, akkor megnézzük a súlyát ennek. Kézben kényelmes, igen, tehát ugyanolyan használni. És ami engem meglepett, hogy nagyon flottul szalad a Windows 8 RT az 1.3-as Tegra 3-on, amivel nincs gond. Tehát, hogy nem érződik az, hogy amúgy ebben a pillanatban, és ezt meg is tudom nektek mutatni, hogyha előhívom a fájlkezelőt, és nyomok a kompjúteren a C-n egy jobb gombot, mondom nyomunk hosszan, és azt mondom, hogy Properties. Na jó van, becsukjuk, mert ez most engem már csak idegesít. Akkor az látszik, na sikerült, nem jól. Akkor az látszik, hogy jelen állapotban, és a Rudi már telepített rá egy-két szoftvert, 14 giga foglalt terület, ebből azért tetemes mennyiség maga a Windows 8 RT, ez egy 64 GB-os verzió, még 32-es lesz, annál kisebb nem lesz a Vivo Tabból, nem is nagyon van értelme, hiszen azt hiszem 8 vagy 9 gigát foglal kb. A Windows 8 RT, tehát sokat, tehát egy 16-oson a felét megeszi maga az operációs rendszer, ha arra telepítgetünk, na megy. Ja, csak lefelről. Ha arra telepítgetünk, akkor az így egész jó lesz. Hát 5,540 gram, majdnem jól mondtam, ez 540 gram, úgyhogy egy teljesen jó tablet súlyú tabletről van szó, de a tízszorosok azok ilyen 540-600 gram körül vannak, vagy 500-600 gram körül vannak, ez teljesen rendben van. Tessék bezoomolni, vagy befókuszálni. Halló! Jó, megvagyunk. Szóval most már közel 14 giga foglalt, és 44,2 giga még a rendelkezésre álló tárterület. Bár nagyon jó hír, hogy microSD kártyával azért ez még bővíthető, és már nem annyira fájdalmas, főleg a 230 ezer forinthoz képest már igazán nem tétel egy 32 GB-os microSD kártya, hogy azzal már vígan el leszünk, de 32-esnél kisebb a Vivo Tabból nem lesz a piacon, és ha jól emlékszem, akkor a 64 GB-s a 230 ezer forintos verzió, tehát ez a csúcsmodell most jelenleg a Vivo Tab RT-ből. Na! Nagyjából ez az, amit el tudok mondani, vagy el szerettem volna mondani, mert nagyon-nagyon rövid az a barátság, amit most mi kötöttünk a Windows 8 RT-vel, viszont nekem már eleve tetszett a Windows 8, már kezdek nem ellene lenni annak, hogy 12-szorig tapicskoljuk a notebookunkat is, 12-szor fölött azért az már tud fárasztó lenni. Ja, hogy igen, azt kezdtem mondani, hogy ebbe hogy tudunk USB-t csiholni, mert most eszembe jutott, hogy mi van még itt. Egy ilyen kis speciális USB ide alulra bemegy a... Hogy hova megy? Ja, igen, a... Hol a töltő része ennek? Ja itt. Ott van egy ilyen töltő csatlakozó, és akkor a másik vége ennek a speciális kis csatlakozónak egy sima USB. Tehát így ezzel az átalakítóval, ami a dobozban benne van, tudunk USB eszközöket kötni simán magára a tabletre is. Nem kell hozzá a dokkoló feltétlenül, de még egyszer mondom, dokkolóval lehet egyelőre majd Magyarországon megvásárolni az Asus Vivo Tab RT típusú kis készüléket. Szóval, hogy ott tartottam, hogy 12-szorig már azt sem bánom, hogy a notebookunkat tapicskoljuk, a fölött már egy picit azért fárasztó, és hogy a szórakozás része, vagy amikor passzívan fogyasztjuk a világot, és ez ugye mindig valamilyen online szolgáltatást akar, legyen az egy Fruit Ninja, legyen az egy böngészés, egy YouTube videónézés, stb. Az sokkal jobban esik az embernek a metro felületről, erről a tabletes felületről, még asztali Windows 8 alatt is, és ez a része pedig eddig úgy tűnik így első blikre, hogy egész jól átjárható. Most valamiért ez úgy megállt, mint a cövek, ez a Fruit Ninja betölt, nem? Jó? Please waitelünk, most valami történt, remélem nem csináltam kék halált, mert az biztos én voltam, nem pedig a tablet. De hogy... Micsoda? Fruit Ninja needs your permission to access an update. Jó, persze, Rudi van belépve, mindent adok engedélyt, nincs ez a semmi gond az égvilágon. Le is halkítom, csak hogy megnézzük, hogy mondjuk egy Fruit Ninja-es közben mit tud. Nekünk nem a Dojo kell, hanem a... Jó. De nem akarok belépni az Xbox Live-a, könyörgöm. Ne őrítsél meg.
Nem figyelsz rám? Még egy árkád, vagy még van 10 próbák az árkád módból. Hát innentől pedig abszolút tabletről van szó. Ugyanúgy működik. Teljesen jól használható ez az IPS panel. Nagyon szép, még innen is teljesen jól látom, hogy mit csinálok. Majdnem teljesen jól lennél, azért sokkal jobb vagyok Fruit Ninja-ba. De hogy működik, nem akad, a Tegra 3 abszolút elég ennek a platformnak is, mint ahogy az Androidnak is elég. Úgyhogy működik. Mutass egy olyat, hogy nyisd meg az erőforrás monitort. Igen. Megnyitok egy erőforrás monitort, ja. Amit mindjárt megtudom, hogy, honnan kell megnyitni. Honnan. Jó. Innen a administratív toolsból be tudok menni abba, hogy resource monitor, ami a desktopon fog megnyílni. Nincs hozzá HDMI átalakító gyárilag a dobozban, legalábbis én nem találtam, meg Rudi se, igen. Addig és most Fruit Ninja lesz, és nézzük meg, hogy mennyit eszik a Fruit Ninja. Hűha! Hát ez a Rudi, ez nagyon bedurvult. Azt mondja, hogy nézzük meg, hogy mennyit eszik a Fruit Ninja így. Most, ugye hát ez ismerős lehet ez a kis performance monitor, resource monitor már így a Windows 8-ban. Azt mondja, hogy jelenleg különböző dolgokat használ. Most miért nem látom azt, most a networköt látom, a TCP connections, az mind nem érdekel, CPU kell nekem. Nem a help, hanem a CPU. Közel 100%-on elkezdett, most így ilyen, mondjuk ilyen idle módban van, így futogat valami. Igazából csak egy Fruit Ninja az, ami megy. És akkor visszamegyünk a Fruit Ninja-ra, hol volt az? Igen. Itt volt, megnyomok egy play. És akkor gyorsan visszaváltok oda, és akkor az neked jó lesz? Játszok egy kicsit. Azt mondja Rudi, hogy játszok egy kicsit. Valószínűleg most végzek egy részt az ő munkájából is, de hát ez a legkevesebb, hogy ő nekem ezt ideadta, és majd elmondom neki az adatokat, illetve legfeljebb, hogyha elfelejtjük, akkor vissza fogja nézni a videót, és akkor megnézzük, mi történik. Áú! Ott volt egy nyomorék bomba, de megúsztuk. Jó, itt azért már most érzek egy kis röcögést, tehát ez most így nem fekszik neki már annyira, tehát egy picit akadoznak ezek a gyümölcsök, ami mondjuk nekem segít. Szólj, hogyha szerinted eleget játszottam, Rudi. Aha. Most begyorsult, most így magára talált, most megint egy picit röcög. Jó, és akkor, de hát ezt még mindenképpen, hát kaptam egy frenzit, és be is húztam jobbról. Hát ez nem annyira vészes, azt kell, hogy mondjam. Olyan 35-40%-ig ment föl, de átlag olyan 20-25%-ig ott látszik. Ez volt még így a Fruit Ninja-s használat. Úgyhogy ez így alapvetően jól működik. Na ott tartottunk, hogy tehát annyit nem eszik, mint amennyit gondoltunk, de itt már egy picit akad. Tehát érezhetően, hogyha még a desktopon futnak dolgok, ami most ugye méri is a rendszer, tehát elég sok helyre belenyolkálni kutakodás közben, hogy mi történik, pillanatra meg-megröccen már így a Fruit Ninja. Viszont ennek ellenére a processzor az így néha-néha mondjuk 50%-ig max felugrik, de olyan 25-30%-on szépen elketyeg, ami azt jelenti, hogy még van benne tartalék, csak lehet, hogy némi kis optimalizálási dolog kellene ehhez. Igen, ott kifejezetten megdöccent. Itt már látszik, hogy gyakorlatilag akadozik a Fruit Ninja, tehát a gyors mozgásnál már nem szereti. De ennyi az, amit el tudtam mondani, el akartam mondani nektek. Elsőre tehát azt tudom mondani, hogy a Vivo Tab RT jó, a Windows 8 RT teljesen jó, elég jó az átjárhatóság, a metró felület így azon a határon túl, mert elég limitált az asztali Windows 8 és az RT verzió között, ilyen nagyon rövid barátság után. Egyelőre egy irreális árcédulával párosul ez a fajta élmény, mert azért lássuk be, hogy ez a 230 ezer forint, ez nagyon-nagyon sok pénz, ezért tényleg lehet kapni egy kifejezetten jó, már használható notebookot, és egy egészen használható, ugyan Android alapú, még talán megkockáztatom, akár iOS alapú tabletet is, és ugyanannyit költöttünk, bár akkor ugye két eszközünk van, de végül is ha azt veszük, így is két eszközünk van, csak ezeket össze lehet szépen csomagolni, egybe és egybe maradnak. A vonal jó, nyilván lesz egy olyan adás, amikor egy kicsit jobban megnézem azt, hogy az RT és a Windows 8 az asztali között tényleg mennyi az átjárhatóság, tehát ott elég erősen lesz app telepítgetés mindenhol, saját fiókba, ilyen tesztfiókba, mit bír, mit nem, mit tud, multimédia játszás, stb. De szerintem első kis rövid ismerettségnek ez egy elég kellemes barátkozás volt én köztem és a Windows 8 RT között. Jönnek majd a tabletek, jönnek a dokkoló nélküliek is, nagyon olcsó egyelőre,
nagyon olcsó Windows 8 LT alakú tabletről egyelőre nem tudunk. Kína még nem harapott rá erre a frontra, hogy elkezdjék gyártani az olcsó Windows 8 RT-s tableteket. Itt azért ugye biztos hozzátartozik az is, hogy azért a Microsoftnak, ha nem is olyan horrorisztikus összeget, mint anno, de fizetni kell licenszdíjat ugye a Windows 8 RT-ért, és lehet, hogy bele is szólnak, hogy ki az, akinek odaadják ezt a licenszt, illetve ki az, akinek nem. De idővel biztos, hogy jönnek a megfizethető 100 000 forint környékére dokkoló és billentyűzet nélkül 100 000 forint környékére lezuhanó Windows 8 RT-s tabletek. Az irány jó, kellemes az, hogy ugyanazt látom egy darabig, és egy jó darabig ugyanazt látom, mint a Windows 8-on, és amikor leülök a tévé elé és bohockodni akarok egy Windows 8 RT-s tablettel, azért ugyanúgy megkapom azokat az információkat, ami az asztali komolyabb munkára szánt vason is megérkeznek, legyen az e-mail, chat, bármilyen külső információ, ezek mind-mind szinkronban vannak egymással, úgyhogy ez alapvetően jól működik. Ha megtehetnél, vennéd magadnak? Dokkoló nélkül emberi áron vennék Windows 8 RT tabletet magamnak, szerintem ez egy jó irány. Bár majd még ezek a felhasználási területek, hogy ilyen 7-8 col körüli kisebbek, GPS, stb. Ebből a szempontból hogy működik, azt még egyelőre nem tudjuk. Ebben, ha jól látom, nincs is GPS szenzor. Úgyhogy ilyen navigációra például egyelőre nem tudom, hogy mennyire lehet magát a Windows 8 RT operációs rendszert használni, márpedig azért egy 7 colos tablet elég sokszor előfordult, már volt ilyen a saját tulajdonomban is, hogy Android alapokon navigációra használtam, és az egy nagyon kellemes 7 colos navigáció vált belőle. De az a fajta átjárhatóság és rutin, amit meg lehet szerezni a Windows 8-al asztali gépen, az tök könnyen át lehet ültetni egy Windows 8 RT-s tabletre, és ez sokat segít, és teljesen jól lehet rajta gépelni. Ugyanez nem egy háború és béke az a cikk kecske, amit kerítettem így az Asus VivoTab köré, de ez például rajta készült. Úgyhogy igazából teljesen jól el lehet lenni egy bloggernek, egy ilyen mászkálósnak, és azért így 16 órát ír az Asus ezzel a dokkolóval üzemidőre, ami elég masszív. Úgyhogy kifejezetten jól tud működni egy ilyen netbook helyetti, amit úgysem komoly munkára vesz az ember, de mondjuk böngészti, blogolni, stb. Arra tökéletesen. Jó, ez volt már a Pro Hardware TV. Csütörtökön, hogyha itt marad, akkor már itt van egy X230-as ThinkPad. Azt lehet, hogy megnézzük közelebbről, ha nem, akkor arról fogok szólni. Illetve, ha most nem megy el a hangom, mert már vészesen fáj a torkom ez alatt a fél óra alatt, akkor lesz csütörtökön 7:30-kor Pro Hardware TV. Mindenkinek kellemes szerda és csütörtök nappalt kívánok. Szevasztok!